Na, üdv emberek! Ismételten ugye telek, lassan kezdődik a teleképítés. Hát ami a nagy tervek között azért szerepel az idei évre egyébként, illetve hát az idei nyára. Hát először is fameccés az lesz egyébként, de ez most nem pont terv. Itt van egy ilyen budiszerű tálkolmány, ezt meg fogom csinálni. Ennek a, hát nem egy nagy történet, igazából be kell az oldalait tenni, tehát körülbelül ez a nagy terv. Aztán most vagy összejön, vagy nem, majd meglátom, de egy kicsit még lehet, hogy át is akarom alakítani, tehát nem biztos, hogy pont így akarom majd ezt a budit. Ugye a régi budinak a helyét, tehát a régi budi helyett szeretném ezt a cuccost. Aztán a másik történet, hogy ugye ez még azért tavalyról itt maradt ilyen különböző rések itt az épületnél. Talán látszik. Úgyhogy ezek azok a rések, amiket majd be akarok tömni. Mert ugye itt azért ilyen legyek, meg egyebek azért felszabadulnak. Illetőleg a padlásra egész pontosan beszabadulnak. És hát ami még a nagyobb terv, ez lenne a fő terv egyébként. Ugye ennek a ilyen nyári konyhaszerűnek a megépítése lenne esetleg tervben. Aztán meglátjuk, hogy fog alakulni ez pénzügyi szinten. Még nem tudom. Na. Hát az egyik munkatársamtól kaptam ugye azt a tippet, hogy ezt egyébként purhabbal be kell tömni. Tehát ott a felső részeket. Az nem tudom mennyire látszik. Hát mondjuk itt azért jóval kevesebb, talán 1 centis résről van szó. Tehát ez nem olyan veszélyes. A túloldal az azért veszélyesebb, ott azért vannak nagyobb lukak. De jó, tehát hallgatunk akkor a okos tanácsra, miért ne? Akkor purhabban szépen be fogjuk tömködni, azt akkor arra már sokkal könnyebb lesz vakolni. Na, én úgyse értek hozzá, úgyhogy meghallgatjuk azt, aki ért hozzá egyébként, kb. Ennyi. Na, tehát ennyit a tervekről. Érdekesség most éppen annyi, hogy a cicus az előbb itt járt, kaját, ezt elhúzott. Nagyjából ennyi. Nem igazából tartózkodik itthon. Hát ugye kandúr lévén most ilyen mindenféle ilyen elfoglaltságban van benne, hogy ő most éppen megy verekedni, meg agyonvereti magát, aztán meg ő ver agyon másokat, azt megint agyonverik őt. Tehát nagyjából ebből áll a mutatványa. Aztán, ami még kiderült egyébként, hogy a bungiban ugye lefettem a földterületnek az alsó részét az ilyen kisebb szobában. Gondoltam majd akkor tök jó lesz, mert az egerek nem jönnek majd föl, de följönnek közötte. Tehát igazából nem akadályozza meg őket, hogy ott 3 centis rés van, vagy 2 centis rés, átférnek, át is jönnek. És hogy nem, egyébként a télen gondolom elfogyasztott diómaradványokat, meg egyebeket főhurcolják azon a 2 centis résen keresztül. Tehát nem viccelnek, áthúzzák. Úgyhogy ja, most akkor tiszta diót minden, amit egyébként kipucoltam eddig, most pont úgy néz ki, ez kész. Na, hát akkor nagyjából itt tartunk. Hatalmas nagy terv egyébként még a jövőre nézve, amire a csiszolót meg is vettem, ide, erre a szakaszra, ami mögöttem látszik. Ide egy lépcsőt majd kívánunk gyártani. Mondjuk ez valószínűleg hamarabb kerül kivitelezésre, mint a nyári konyha. Ez számomra a lépcső létrehozása egyszerűbb egyébként, mint a nyári konyha létrehozása. Hát ez azért van, mert ahhoz jobban értek. Na, meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle. Körülbelül ennyi.
Most már úgy nagyjából kezd a telek felszikkadni. Az elmúlt 3 hétben egyébként eléggé hát ilyen gyúvás volt, meg hát az autók szanaszéjjel járták az utat, meg ilyenek történtek, tehát az eléggé, nem tudom, hát szóval bokáig lehetett frankon járni a sárba. Most már azért valamennyire megszikkadt, igaz, hogy most is hideg van, mint az állat, mínusz nem tudom, 2-3 biztos van. Szépen süt a nap ettől függetlenül, de azért hideg van, elég rettenet mód. Na, kerítés megszaggatták különböző állatok, úgyhogy azt ismét majd javítani kell. Itt van egy akkora barom nagy lábnyom itt lenne a földön, na hát az nem macskáé, az már biztos. Ami az érdekesség, hogy egy darab lábnyom, tehát nem egy pár, vagy egy mit tudom én, csapás, vagy egy útvonal, hogy erre ment valamit, nem, hanem egy darab lábnyom. Biztos ez egy lábú róka volt, vagy valami ilyesmi, és akkor ilyen mérföldes ugrásokkal közlekedett. Na. Nagyjából ennyi. A vizek még be vannak fagyva a különböző vödrökbe, edényekbe, egyebekbe, úgyhogy majd még várnunk kell a jó időre. Na, kb. Ennyi a rövid jelentés. Nézzétek meg az unboxingot, vagy lesz, vagy már volt, nem tudom. Császlok, legyetek jók!